Ezeket a géppisztolyokat és lőszereket találták a kommandósok annak a két férfinak az autójában, akik a belügyminisztérium államtitkára szerint egy kormánytag kivégzésére készültek. A gyanú szerint egy laza szerveződésű 5-10 fős szélsőséges szervezet tagjai voltak. Az ő elképzelésük, hogy megdöntsék a jelenlegi kormányt, és nyilvánvaló, hogy azt is jónak tartották egy indítónak, hogy valamelyik kormánytagot kivégezzék. Titkos szolgálati információk alapján jutottak a nyomukra, maguk között politikai vezetők fejbelövéséről beszéltek, forradalmároknak tartották és hadseregnek hívták magukat. Arról, hogy kit és mikor akartak megtámadni, az államtitkár nem beszélt. A rendkívüli sajtótájékoztatót azután hívták össze, hogy sok bírálat érte a teket. Miután kiderült, második világháborús erekjéket gyűjtő négy fiatalt is elfogtak ugyanazon a hétvégén. A belügyminiszter szerint ők is veszélyes dolgot műveltek, hiszen robbanószereket találtak náluk. A bíróság azonban egyiküket sem helyezte előzetes letartóztatásba. Pintér Sándor szerint indokolatlanul támadják a teket, nem igaz, hogy bakot lőttek. Úgy véli, észszerű volt, hogy a két ügyet együtt kezeljék, és szerinte a TEK vezetője nem mosta össze azokat, és nem is sejtette, hogy iszlamista terroristákról volna szó. Szerinte a sajtó a hibás. A műsorvezető kérdezett rá, amelyet a Hajdú János tagadott. A műsorvezetők által feltett hamis illúziók és hamis kérdések nem befolyásolják a mi munkánkat. Egyébként a TEK megítélésére milyen hatással van ez az ügy? Sikeres ügyről van szó, nem? Ön is örülnek, hogy a családja körében ennyi bomba nem jelent meg. Köszönöm szépen. A belügyminisztérium államtitkára szerint azonban van mit újra gondolni a TEK kommunikációjában. Ma már látjuk, hogy nyilván nem volt szerencsés, nyilván nekünk is át kell gondolni ezeket a dolgokat, de akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy ez egy fontos információ a közvélemény számára. Az LMP szerint nem csak a tudósítások, hanem a Nemzetbiztonsági Bizottság szerdai ülésén a TEK vezetőinek beszámolója alapján is úgy tűnt, hogy mind a két társaság tagjai komoly terroristák, így ők is meglepődtek a fejleményeken. A TEK ne viselkedjen úgy, amely félreértésekre adhat okot. Ez láthatóan most nem sikerült a TEK-nek, ezért tartom fontosnak, hogy ők maguk tisztázzák ezt az egész helyzetet. Az LMP-s politikus szerint a terrorelhárítók vezetőinek ezt a Nemzetbiztonsági Bizottság nyílt ülésén kellene megtenniük.